De jó látni, hogy ennyien együtt vagyunk itt az arénában ezen a különleges alkalmon. Szeretnék bemutatkozni. Fogarasi Boti vagyok, és én leszek az egyik házigazda. Partnerem pedig, akivel én már negyedik alkalommal találkozhatok ilyen formában, Kálai Kati. Sziasztok! Isten hozott mindenkit, és nagy szeretettel köszöntjük azokat, akik online kapcsolódnak be. Örülök, hogy újra találkozhatunk. Tegye fel a kezét, aki már volt forrásponton. Jó, jó, vagyunk egy páran. Hiszen ez a mai alkalom is egy forráspont. Forráspont Ferenc pápával. A délután folyamán különleges vendégek fognak a színpadra lépni. Az imént hallhattátok a forráspont bendet Sapszon Orsival, Vizi Mártonnal és Varga Mónival. Ők az egész délutánunkat végig fogják kísérni. Újra a színpadon köszönhetjük a négy akkordsó kórust Réti Kati vezetésével. A délután első felében hallhatjuk majd a Domine című számában Istenbe vetett hitének megtartó erejéről tanúságot tenni Rúzsa Magdit. A Szent Erzsébet életét bemutató az Ég tartja a Földet című musicalből egy részletet énekel nekünk Bori Réka és Koltai Nagy Balázs. A forráspontok életében először láthatjuk Vasilenko Eugénia és Hernitz Albert koreográfiáját előadó forráspont tánckart. És hát nem árulunk el nagy titkot, hiszen mindenki tudja, hogy itt lesz velünk Ferenc pápa. Sokan találkozhattunk vele másfél évvel ezelőtt az eukarisztikus kongresszus záró miséjén, és hát hatalmas megtiszteltetés, hogy ilyen rövid időn belül már másodszor látogat el hozzánk magyarokhoz. Ez valóban különleges áldás. Az én szüleim a mai napig emlegetik II. János Pál 1991-es országlátogatását. Kati, te valamikor találkoztál már Ferenc pápával? Nekem a krakkói ifjúsági találkozón és Csíksomjon volt szerencsém őt látni és hallani. És te? Nekem 2018-ban Rómában a Nemzetközi Ministrány zarándoklaton volt lehetőségem találkozni vele. Tegye fel a kezét, ki az, aki már akár az eukarisztikus kongresszuson, akár máshol már találkozott Ferenc pápával? Hú, jó sokan vagytok, nagyon jó! A távolból már többször láttuk őt, de ismerjük meg őt egy kicsit közelebbről is. Nem tudom, tudtátok-e, hogy egy olasz származású, ötgyerekes családban nőtt fel Argentínában, Jorge Mario Bergoglio névem. Latin-amerikai származása kapcsán nem meglepő, hogy fiatal korában nagyon szeretett például tangózni. És vegyésztechnikusi oklevelet is szerzett. A Buenos Aires-i főegyházmegye segédpüspöke később érseke volt, majd 2001-ben II. János Pál kreálta bíborossá. És 2013. március 13-án 19 óra 6 perckor választották pápává. Ő az első jezsuita pápa. És egyben az első dél-amerikai. Ezek mellett tudtátok, hogy mennyire közvetlen? Pápasága elején például volt, hogy lekváros kenyeret kent az ajtaj előtt álló svájci gárdistának reggelire. Ezt még nem hallottam, de azt igen, hogy már pápaként személyesen hívta fel a Buenos Aires-i újságosát, hogy lemondja az előfizetést. Tavaly előtt pedig nem tudom, hogy emlékeztek-e, amikor megérkezett Budapestre, még azzal is viccelődött, hogy a mennyország hivatalos nyelve a magyar. Miért is pontosan? Mert egy örökkévalóságig tart megtanulni. Hát, bennem legutóbbi látogatása során az maradt meg, hogy minket magyarokat mennyire szeret. Emlékszel, milyen megható volt, amikor legutóbb itt járt, és az úrangyala imádság előtt a Hősök terén magyarul mondta, hogy Isten áld meg a magyart. És még azt is tapasztaltam, hogy az ifjúsági világtalálkozók kapcsán, hogy minket fiatalokat is nagyon szeret. Nem tudom, tudtátok-e, hogy 4 évvel ezelőtt írt a pápa nekünk fiataloknak egy nagyon hosszú levelet, Christus Vivit címmel. Őszintén szóval én akkor még nem hallottam róla, de a mostani látogatás kapcsán kezembe vettem, és nagyon jó. Hát te biztos olvastad, Kati. Na, mert te is ilyen őszinte voltál, akkor én is elárulom, hogy most ismerkedem vele, és tényleg jó. Vannak részek, amik inkább nekünk, közép-európaiaknak szólnak, míg máshol távolabbi kontinenseken élő fiatalok problémái kerülnek elő. Jó ezekről is tudni.
Amíg megérkezik a Szentatya, szeretnék egy-két képet felvillantani az ő életéből, az ifjúsági találkozókról, és egy pár részletet megosztani veletek a hozzánk szóló üzenetéből. Kezdjük is el! Ma prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Krisztus él, ő a mi reményünk, és a világ legszebb fiatalsága. Minden, amihez ő csak hozzáér, megfiatalodik, megújul, és megtelik élettel. Ezért az első szavak, melyeket egyenként minden keresztény fiatalhoz intézni szeretnék ezek. Ő él, és éltetni akar téged. Ő benned van, veled van, és nem hagy el soha. Ezért te eltávolodhatsz, a feltámadott azonban melletted marad. Hív, és várja a te újrakezdésedet. Amikor a szomorúság, a düh, a félelmek, a kétségek, vagy a csalódások miatt öregnek érzed magad, ő ott lesz, hogy visszaadja az erőt és a reményt. Reggelt a karóba bújunk, s a város fölött pitypangokat fújunk. Veled sírok, ha fáj, amit nem látok, az üllött estén rossz utakon járok. Ölelésbe temetem a múltat, elvérzett csendben, de feltámadok újra. Ah, ah, ah,
Domine, Domine, Domine. Porta me, Domine. Domine, Domine. Oh, Domine. Veled láttam hitemet lesz. Sóhajjon a szám, hiszen én csak átkelek a világon. Veled láttam férfiak könnyét, borszemálmuk összetörték. Néztem kezdet reszkető árnyát, cigaretta füstjének vállát. Szőrőből a napfény, a végén várjuk ki az estét. Ücsök hangja virágzik a szélbe, kezei közt ringat még az élet. Veled állok az ördöggel szemben, szoríts jobban, elveszek a csendben. Ferenc pápa ezt mondja rólunk. A fiatalok nagyon erősen érzik a szerelemre szóló meghívást, és arról álmodnak, hogy találkoznak a megfelelő társal, akivel egy életet alkothatnak, és családot alapíthatnak. Kétségtelenül olyan hivatás ez, amelyet maga Isten ad az érzelmek, a vágyak és az álmok által. Szívesen gondolok arra, hogy két összeházasodó keresztény szerelme történetében fölismerte az Úr hívását, a meghívást, hogy ketten, mint férfi és nő, egy testet, egy életet alkossanak. A házasság szentsége ezt a szerelmet elhalmozza Isten kegyelmével, belegyökereszteti magába Istenbe. Ezzel az ajándékkal, a hivatás bizonyosságával, biztonsággal el lehet indulni. Nem kell félni semmitől. Ketten együtt mindennel meg fognak küzdeni. Minket pedig így bátorít. Ebben az összefüggésben emlékeztetek arra, hogy Isten férfinak és nőnek teremtett minket. Ő maga teremtette a szexualitást, amely csodálatos ajándék teremtményei számára. Az igazi szerelem szenvedélyes. Egy férfi és egy nő szerelme, ha szenvedélyes, arra visz, hogy örökre odaadd az életed. Örökre. Testestül, lelkestül.
senki más, még fel nem nőttél, kis királylány. Féltékenyen néztem Hermont, de csak néked szólt bennem minden lamat. Ne cserélj, nem cserélek, szerelmünknek kevés egy élet. Szívemről énekelek, szívemről mondom neked, elgurul a kerek világ, csak te jornada de la juventud. Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Questa parola, misericordia, tutti, un'altra volta, un'altra volta, perché il mondo senta.
Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir ustedes son el futuro. No, son el presente. No son el futuro de Dios. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. Fiatalnak lenni több, mint életkor. A szív állapota. Ezért egy olyan ősi intézmény is, mint az egyház, képes hosszú története során időről időre megújulni, újra fiatallá válni, és a legtragikusabb pillanataiban visszatérni az első szeretethez. Kérjük az Úrtól, hogy szabadítsa meg az egyházat azoktól, akik öregíteni akarják, a múlthoz akarják kötni, fékezni és mozdulatlanná akarják tenni. Kérjük azt is, hogy szabadítsa meg egy másik kísértéstől, hogy engedd mindannak, amit a világ kínál neki, hogy elkendőzi a maga üzenetét és másokat utánoz. Nem. Csak akkor fiatal, ha azonos önmagával, ha képes állandóan visszatérni a maga forrásához. Valóban él. Köszönjük az előadóknak a dalokat és a felolvasott részleteket. Boti, téged az elhangzottakból mi érintett meg legjobban? A bevezetőben volt egy gondolat, ami engem nagyon megfogott.
Így ír Ferenc pápa. Te eltávolodhatsz, a föltámadott azonban melletten marad, hív téged és várja újrakezdésedet. Van ebben egy apró ellentmondás, amin én most nagyon sokat gondolkodtam. Te eltávolodhatsz, ő azonban melletten marad. Tehát a Jóistentől úgy igazán eltávolodni nem tudunk. Egyszerűen csak nem veszük észre, vagy nem tudjuk elfogadni, hogy ő mindig jelen van. Ez nekem személyesen is egy tanulási folyamat volt, sőt, ha őszinte vagyok, még mindig az. Amikor egy mélyponton voltam az életemben, sok mindennel előbb foglalkoztam, mint azzal, hogy a Jóisten hol van ott az én küzdelmeimben. Viszont visszatekintve mindig fel kellett fedeznem, hogy ő igenis ott volt, hívott és várta az én újrakezdésemet. És ez a fajta felfedezés nagyon sokat segített, hogy legközelebb észrevegyem, hogy én nem eltávolodok, egyszerűen csak nem veszem észre, vagy nem akarom észrevenni, hogy ő ott van, és segíteni szeretne. Kati, neked volt valami, ami meg tudott érinteni? Az általam felolvasott részlet minden szava szívemhez szólt, mivel nyáron férjhez megyek, így megerősítő volt hallani. Gratulálunk. Így mennyasszonyként megerősítő volt hallani, hogy mit üzen számunkra Ferenc pápa, akik fiatalon köteleződünk el. A mai világban talán dönteni a legnehezebb, ezért a következő gondolat különösen fontos volt számomra. Ezt írja Ferenc pápa. Ezzel az ajándékkal, e hivatás bizonyosságával, biztonsággal el lehet indulni. Nem kell félni semmitől. Ketten együtt mindennel meg fognak küzdeni. És tényleg nem szabad elfelejteni, hogy akár egy kapcsolatban, egy barátságban, egy családban vagy egy házasságban nem egymás ellenségei, hanem csapattársak vagyunk, akiknek együtt kell nyerni. És ez az Isten hatalmas segítséget ad. Köszi, Kati. Reméljük, hogy titeket is meg tudott érinteni egy-két gondolat a Szent Atyától, aki nem sokára itt lesz velünk. A mi nevünkben is a Magyar Püspöki Konferencia ifjúsági referense Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi vegyéspüspök fogja majd köszönteni. Mielőtt azonban Ferenc pápát fogadjuk, énekeljük el együtt az Ignác a Lelkek Lovagja című musical pápa látogatásra átírt dalát, a Caminót, amely már biztos sokatoknak ismerős lesz. Ez a musical azért is nagyon kedves számomra, mert volt miskolci jezsuita diáktársaim adták először előszínházban. Továbbá ez a dal nagyon szépen Továbbá ez a dal nagyon szépen kifejezi azt a vívódást, amin Ignác átment megtérése után, és amit mi magunk is megtapasztaltunk a hétköznapjainkban. Továbbá ez egy fohász és a békért, amire mindannyian vágyunk. Fogadjuk hát szeretettel Szandit, Nagybogit, Szőcsrenit, Dolhai Attillát, Vizi Marcit és Dánielti Gergőt. Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. Oszlik bennem a momán, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás. Nem kockodhatsz bennem, hiszen tőled leszerül. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Egy-egy tetted élem, és folyton vágyom. Oh.
hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Szent Atya, hálásan köszönjük a magyarországi látogatását, és különösen azt, hogy a fiatalokra külön figyelmet fordít. Az ifjúság pasztoráció referens püspökeként a jelenlévő több mint 11 ezer, illetve az egyházi középiskolákban tanuló több mint 45 ezer fiatal, a katolikus egyetemeink 17 ezer hallgatója, az egyetemi lelkészségek, a fiatalokkal foglalkozó lelkiségi mozgalmak és a plébániákon aktív fiatalok, valamint a környező országok egyházmegyéiből érkezett magyar résztvevők nevében szeretettel köszöntöm. Az ifjúság kora a nagy kérdések ideje. Mi az élet értelme? Mi az én utam az életben? Hogyan leszek boldog? Miért van szenvedés és halál? Van-e örök élet? De a fiatalság ugyanakkor a nagy válaszok ideje is. Nem nekünk felnőtteknek kell a válaszokat megadnunk, hanem az a feladatunk, hogy segítsünk nekik megtalálni azokat. Ezért fontos, hogy melléjük szegődjünk, hogy a hitünket hitelesen éljük meg, és így adjuk tovább, megmutatva, hogy a hit nem csupán tan, hanem találkozás és kapcsolat az élő, a feltámadt Jézussal, akitől megtanulhatjuk, hogyan éljünk. Biztató tudni, az ifjúsági szinódus kapcsán készült országos felmérésből, hogy a gyakorló katolikus fiatalok nagy többsége ismer olyan személyt az egyházon belül, akihez bizalommal fordulhat személyes ügyben, az életét érintő kérdésekkel. Az is látszik, hogy a fiatalok fogékonyak az elesettek, szegények támogatására, szívesen vesznek részt karitatív kezdeményezésekben, ha bátorítást kapnak hozzá, és hogy ez a generáció már sokkal érzékenyebb a teremtésvédelem kérdéseire is. A lisszaboni ifjúsági világtalálkozóra készülve Máriára, égi édesanyánkra tekintünk, akit mi magyarok nagyasszonyaként is tisztelünk, és kérjük közbenjárását, segítségét, hogy mi is készségesek legyünk sietve elindulni és tenni a jót. Szent Atya, köszönjük, hogy velünk van, hogy segít megtalálni a Jézusi válaszokat. Köszönjük, hogy együtt járhatjuk életutunkat. Isten hozta, Isten éltesse. Szent Erzsébet után a legismertebb Puskás Ferenc Pancsó. Magyar találmány, Rubik Ernő. Van egy szabály. Akkor eljutunk a teljességbe, olyan, mint az életünk. És Tokai Asszú.
Kedves Szentatya, kedves fiatalok! Krabót Bertalan vagyok, barátaimnak csak Berci. Egy katolikus családban vagyok a legidősebb fiú testvér, és a Szegedi Pirista Gimnáziumban töltöm napjaimat. Van egy nehézségem, ami ott is gondot okoz, és szerintem látszik is rajtam. Meglehetősen izgulós vagyok, sokszor értelmetlen dolgokon stresszelek rengeteget. Nem egyszer fog el bénító aggodalom, akár csak most, amikor a Szentatya előtt teszek tanúságot a hitemről. Tanúságot, hogy Isten és Jézus nem valami távoli mesekönyv szereplői, nem szuperhősök egy képregényben, hanem annál végtelenszer többek. Régebben ez az egész vallásos dolog távol állt tőlem. Egyszerűen nem foglalkoztatott. Sőt, nélküle akartam élni. Nem akartam misére járni. A gyónást, mint olyat, értelmetlennek találtam. Mondván, mi értelme utólag bocsánatot kérni? Nem értettem, hogy miköze a pap meglehetősen elvont, bonyolult vasárnapi prédikációjának, meg a mennyben üldögélő Istennek, az én elég konkrét, mindennapi problémáimhoz. A szentek már mind fent vannak, ők nyertek, kivitték a játékot, én meg nem. Aztán, amikor épp 625. alkalommal találtam szembe magam a tinédzserkor problémáival, egy péntek este részt vettem életem első minisztráns foglalkozásán. Csodálkozva tapasztaltam, hogy ha bár sokat nevettünk, ez nem jelentette azt, hogy bárki, akár csak egy pillanatra is komolytalanul viszonyulott volna Istenhez, a megváltáshoz, vagy a feladatunk fontosságához. Aztán a többi jött magától, első áldozás, cserkészet és a legutóbb bérmálkozás, ami eddig életem csúcspontja volt. Az én történetem nem jelenésekről szól, hanem kitartó növekedésről. Ezekre az összetartó közösségekre támaszkodva végül egyik lépésről a másikra sikerült megtalálnom a hitemet. Sikerült hosszú évek hullámvölgyektől sem mentes, kitartó, apró döntéseivel eljutnom oda, hogy tanúsíthatom, Isten létezik és velem van. Nem csak péntek délután, hanem még hétfő reggel is. Hogy Jézus nem csak a zsenikért és az olimpikonokért halt meg a kereszten, hanem mindenkiért. Mert minden embert, köztük engem is, végtelenül szeret, és mert mindannyiunk életének van célja, értelme. Köszönöm szépen! Szentatya, Csókad úra vagyok, egy Baranya megyei kisvárosban lakom a családommal. Helyes értékrendben nevelkedtem, azonban ahogy a szüleim, én is közömbösen álltam a valláshoz, magához Istenhez. Jártam hittanórákra, első áldozó lettem, majd egy katolikus gimnáziumban kezdtettem meg középiskolai tanulmányaimat. Azonban Isten jelenlétét egyáltalán nem éreztem. Ahogy kezdtem felnőni, egyre jobban tudatosult bennem, hogy valami hiányzik a lelkemnek. Voltak barátaim, a szüleim biztosították számomra a megfelelő körülményeket, látszólag ideális világban éltem. Ezt az időszakot azonban egy mély lelki válság jellemezte. Sosem éreztem magam igazán boldognak, és ugyan közhelyi vált ez a kifejezés, de nem találtam a helyem az életemben. Majd 2021-ben kaptam egy lehetőséget az iskolámtól, hogy részt vettek a Forráspont nevű ifjúsági eseményem. Ma már tudom, hogy a Jóisten adta nekem ezt a lehetőséget, hogy rátaláljak az ő útjára. Azon az estén éreztem először azt, hogy velem van.
Betöltötte a hiányt, ami mindvégig bennem volt. Ahogy haladtam előre az úton, egyre jobban kezdtem őt megismerni. A bérmálásom újabb mérföldkő lett a hitéletemben. Megtapasztaltam Isten végtelen szeretetét. Onnantól kezdve egy hatalmas kaland lett az életem. Rengeteg élményben lehetett részem. Több vallási eseményen is részt vettem, így egy jó kis közösség tagjává váltam, és értékes barátságokra is szert tettem. Valamint Isten útján találtam rá a hivatásomra, és bízom benne, hogy segítségével, tanárként én magam is a hozzávezető útra vezethetem a gyermekeket. Kamaszkoromból kifolyólag sok nehézségekkel megküzdem nap mint nap, de ma már tudom, hogy van valaki, aki mellettem áll, és bármilyen akadály jön velem szembe, van ki a segítségért fordulnom. Fiatalkorom ellenére rengeteg csodának és istenélménynek lehettem már a részese, de tudom, hogy ezek jelentős része még előttem áll. Köszönöm szépen! Santo Padre, kedves Szent Atya! Levcsenkó Tódor vagyok, a Miskolci Jezsuita Gimnázium diákja. Kárpátaljáról származom. Magyar-görög-katolikus papcsaládban nevelkedem. Szülőföldem vértanú alakja, a sokat szenvedett görög-katolikus püspök, Boldog Romzsa Tódor. Nevemet az ő tiszteletére kaptam. Ez az örökség sokszor elgondolkodtatott hitemről. Mi a hivatásom a korosztályom felé? Van egyáltalán értéke a hitvallásomnak? Meghall engem valaki? Miskolcon tanulok, ahol sok más társamhoz hasonlóan biztonságban és lelki kiegyensúlyozottságban élek. De látom és tapasztalom szülőföldemen zajló eseményeket, és egyre inkább úgy érzem, nekem is tanúságot kell tennem hitemről saját környezetemben. Hiszen itt is van miért küzdenem. Sokan közömbösek hitek iránt, nem tartják fontosnak szüleik és elődeik megküzdött örökségét. Küldetéstudatunkat sokszor elaltatja, hogy biztonságban és nyugalomban élhetünk. De látnunk kell, hogy tőlünk néhány kilométerre a háború és a szenvedés határozza meg a hétköznapokat. Most, hogy itt állhatok a Szent Atya előtt, szeretnélek én is bátorítani benneteket. Mutassuk meg, hogy a hit és a béke erejével felül tudunk emelkedni a békétlenségen. Legyen bátorságunk kiállni. Legyen bátorságunk kiállni hitünk mellett, és fölvállalni a béketeremtő hivatásunkat. Ne szégyeljük, hanem büszkén vállaljuk föl Krisztus nevünkben. Ne futamondjuk meg, ha valaki kicsinek, erőtlennek vagy alkalmatlannak tart bennünket a felnőttek világában. Kérem a Szent Atyát, hogy imádkozzon a magyar fiatalokért. Szent Atyánk! Nagy Krisztina vagyok Egerből, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről érkeztem, és elhoztam a magyar egyetemisták, valamint a régiómban élők üdvözletét. Fiatal felnőttnek lenni egy rohanó, mindent elénk kínáló világban nehéz olykor. Keressük önmagunkat, s nem hagyunk időt a zajban, a csendnek, mert félünk a magánytól, ebben pedig nap mint nap el is fáradunk. Van, hogy én is fáradtan lépek be az egyetemi óráimra, de ezekben a nehezebb pillanatokban csak feltekintek az előadó termeinkben lévő keresztre, feltéve magamban a kérdést. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tudom, Jézus azt válaszolná, ne félj, csak higgy. Ő ad számomra minden nap erőt.
Az, hogy katolikus egyetemre járhatok, nyugalmat ad. Ez azt jelenti, hogy bátran gyakorolhatom az egyetemi létemben is a hitemet, amelynek szépségét megismertethetjük egymással, a különböző eseményeken, előadásokon, közösségi alkalmakon és szentmiséken keresztül. Azzal, hogy az egyház bekapcsolódik az egyetemi életbe, közelebb hozza Istent a fiatal generációhoz, s mint jó pásztor vezet, támogat bennünket, mind tanulmányainkban, mind keresztény életünkben. Nem utolsó sorban pedig lehetőséget teremt, hogy a világi zajban újra lelhessünk a csendben Istenre. Köszönöm. Kedves testvéreim, ezt szeretném nektek mondani. Köszönöm. Köszönöm a táncot, az éneket, a bátor tanúságtételeket. És köszönöm mindnyájatoknak, hogy itt vagytok. Örülök, hogy veletek lehetek. Ferenc püspök úr elmondta, hogy az ifjúság
A nagy kérdések és a nagy válaszok ideje. Ez igaz. És fontos, hogy legyen valaki, aki provokál, aki meghallgatja a kérdéseiteket, és nem könnyű előre csomagolt válaszokat ad, hanem segít, hogy bátran vállaljátok az élet kalandját a nagy válaszok keresése során. Az előre csomagolt válaszok nem fognak segíteni, nem adnak örömet, nem tesznek boldoggá. Jézus is így tett. Bertalan, azt mondtad, hogy Jézus nem valami távoli mesekönyv szereplője, nem is szuperhős egy képregényben, és ez így igaz. Krisztus a testet öltött Isten, az élő Isten, aki közel jön. Ő a barát, a legjobb barát, ő a testvér, a legjobb testvér, és nagyon jól tud kérdezni. Az evangéliumban ő, aki a mester, valójában mielőtt válaszokat adna, kérdéseket tesz fel. Arra gondolok, amikor szembenéz azzal a házasságtörő asszonnyal, akire mindenki újjal mutogat, Jézus közbelép, és a vádlók elmennek. Ő pedig egyedül marad vele, ekkor szelíden megkérdezi tőle, asszony, hová lettek? Senki sem ítél el. Ő így válaszol, senki uram. És így, ahogy ezt mondja, megérti, hogy Isten nem elítélni, hanem megbocsátani akar. Isten nem elítélni akar, hanem megbocsájtani. Ezt tegyétek, őrizzétek meg a fejetekbe, a szívetekbe, hogy Isten mindig megbocsájt, megbocsájtani akar. Isten mindig megbocsájt. Hogy mondják ezt magyarul? Hogy Isten mindig megbocsájt? Hogy mondják ezt? Mondd ezt neki. Isten mindig meg... Isten mindig megbocsájt. Ezt ne felejtsétek el soha. Come si dice? Hogy mondjátok? Isten mindig megbocsájt. Come si dice tutti? Hogy mondjátok mindnyájan? Un'altra volta. Még egyszer. Még egyszer. Non dimenticare. Ne felejtsétek el. Ő mindig készen áll arra, hogy felemeljen minket, ha elesünk. Soha nem szabad tehát félnünk, hogy vele járjunk és haladjunk előre az élet útján. Gondoljunk Mária Magdolnára, aki húsvét reggelén elsőként látta a feltámadt Jézust. Az üres sír mellett sírt, és Jézus megkérdezte tőle, asszony, miért sírsz? Kit keresel? És ő így mélységesen meghatódva, Mária Magdolna megnyitja szívét, elmondja neki gyötrelmét, feltárja vágyait és szeretetét. Most figyeljük meg Jézus első találkozását azokkal, akik a tanítványai lettek. Ketten közülük, akiket keresztelő János küldött, utána mennek. Az Úr megfordul és egyetlen kérdést tesz fel. Mit akartok? Én is. Én is. Kérdezek tőletek valamit. Mindenki válaszoljon a szívébe. Szeretnék valamit tőletek kérdezni. Isten kérdez, akkor csend van. Mindegyiketek a szívetekben adjátok meg. Csendben. Ez a kérdésem. Kit kerestek? Kit kerestek az életben? És kit kerestek a szívetekben? Az életben kerestek. Mi van a szíved mélyén, amit igazából keresel? Csendben válaszoljatok erre a kérdésre. Mi az, amit én keresek? E Gesù non fa tanta predica, no, fa
Jézus nem sokat prédikál, hanem utat készít. És azt mondja, hogy ezen tudunk menni. Nem azt akarja, hogy a tanítványai a leckét ismételgető iskolások legyenek. Hanem szabad és úton lévő fiatalok, egy olyan Isten társai, aki meghallgatja szükségleteiket és odafigyel álmaikra. Aztán egy idő múlva a két fiatal tanítvány csúnyán elcsúszik. A tanítványok sokszor elcsúsztak, elbuktak. Rossz kérést intéznek Jézushoz, nevezetesen, hogy a jobb és a bal oldalán ülhessenek, amikor király lesz. Szerettek volna így a létrán előbbre jutni. Érdekes azonban azt látni, hogy Jézus nem dorgálja meg őket merészségükért. Nem azt mondja nekik, hogy hogy merészelitek még csak, ne is álmodjatok ilyesmiről. Nem. Jézus nem rombolja le, nem nyomja le az álmaikat, hanem kijavítja az álmaikat, hogy miként valósítsák meg azokat. Elfogadja a valami nagyobb felé irányuló vágyukat, de ragaszkodik egy dologhoz, amit jól meg kell jegyeznünk. Az ember nem attól lesz nagy, hogy mások fölé emelkedik, hanem attól, hogy másokhoz leereszkedik. Nem mások kárára, hanem mások szolgálatával. Ismételjétek ezt. Látjátok, ci ricorda che non si diventa grandi scavalcando gli altri. Tehát ne attól legyetek nagyok, hogy mások fölé emelkedtek, hanem hogy másokhoz leereszkedtek. Nem mások kárára legyetek nagyok, hanem hogy másokat szolgáltok. Meg szeretném ismételni nektek azt, hogy nem, hogy merészelitek, még csak ne is álmodjatok ilyenről, mert Jézus nem rombolja le álmaitokat. Avete capito? Megértettétek? Vedete? Gesù è felice. Látjátok, Jézus örül annak, ha nagy dolgokat érünk el. Nem azt akarja, hogy lusták és kényelmes emberek legyünk, nem azt akarja, hogy csendesek és félénkek legyünk, hanem azt akarja, hogy élők, aktívak, főszereplők legyünk. Ő soha nem kicsinli le várakozásainkat, hanem éppen ellenkezőleg vágyaink mércéjét emeli fel. Jézus egyetértene egy közmondásotokkal, remélem, hogy jól mondom, di pronunciare bene. Akimer az nyer. Akimer az nyer. Voi potete domandarmi. Megkérdezhetitek tőlem, hogyan lehet nyerni az életben. Két alapvető lépés van. Csak úgy, mint a sportban. Először is tűz ki magasabb célokat, másodszor pedig edz. Tűz ki magasabb célokat, és edz. Tűz ki magasabb célokat. Van tehetséged? Egészen biztosan van. Ne tedd félre azt gondolva, hogy a boldogsághoz csak a minimumra van szükséged. Diploma, pénzkereső munka, egy kis szórakozás, nem. Vidd be a játékba, hozd játékba, amit van. Van egy jó tulajdonságod? Fektess bele, félelem nélkül. Érzed a szívedben, hogy van olyan képességed, amivel sok jót tehetsz? Érzed, hogy jó dolog szeretni az Urat, nagy családot alapítani, segíteni a rászorulókon? Ne gondold, hogy ezek elérhetetlen vágyak, hanem fektess az élet nagy céljaiba. Fektess az élet nagy céljaiba.
és aztán edzd magad. Ez a második. De hogyan? Párbeszédben Jézussal, aki a lehető legjobb edző. Ő meghallgat téged, motivál, hisz benned, tudja, hogyan hozza elő belőled a legjobbat. És mindig arra hív, hogy csapatjátékos legyél, soha ne egyedül, hanem a másokkal együtt. Ez nagyon fontos. Ha te meg akarsz érni az életben, és előre akarsz jutni, előre akarsz menni az életben, akkor menj egyszerűen előre, és mindig csapatjátékos legyél. Soha ne egyedül, mindig másokkal együtt. E facendo squadra nella comunità, csapatjátékosként az egyházban, a közösségben együtt közös élményeket megélve. Gondolok például az ifjúsági világtalálkozóra, és megragadom az alkalmat, hogy meghívjalak titeket a következőre, ami augusztus elején lesz Portugáliában, Lisszabonban. Ma nagy a kísértés, hogy beérjük a mobiltelefonnal és néhány baráttal. De még akkor is, ha sokan ezt teszik, még ha nektek is ehhez volna kedvetek, ez semmi jóra nem vezet. Hogyha bezárjátok magatokat egy kis csoportba, és csak a telefonon keresztül beszélgettek egymással, ez semmi jóra nem vezet. Arra kérlek benneteket, hogy ne zárkozzatok a telefonotokkal, a mobiltelefonnal való beszélgetéssel csak, vagy a néhány baráttal csak, mert ez egy kicsit buta, engedjétek meg, hogy ezt így elmondjam nektek. Az edzésnek is van egy fontos eleme, és erre te, Krisztina, azzal emlékeztettél minket, hogy az ezernyi rohanás, a lázas sietség és gyorsaság közepette van egy lényeges dolog, ami ma mind a fiataloknak, mind a felnőtteknek hiányzik. Azt mondtad, nem hagyunk időt a zajban a csendnek, mert félünk a magánytól, ebben pedig nap mint nap el is fáradunk. Ezt te mondtad, Krisztina. Köszönöm. Azt szeretném mondani nektek, e tekintetben ne féljetek szembe menni az árral. Találjatok minden nap időt a csendre, hogy megálljatok és imádkozzatok. Ma minden azt mondja nektek, hogy gyorsnak, hatékonynak, gyakorlatilag tökéletesnek kell lennetek, mint a gépeknek. De aztán rájövünk, hogy gyakran kifogy a benzin, és nem tudjuk, mit tegyünk. Ma poi ci accorgiamo che spesso finiamo la benzina e non sappiamo cosa fare. És mit csináljunk, ha elfogy a benzin? Olyan jó, ha meg tudunk állni tankolni, az akkumulátorokat feltölteni. De vigyázzunk, ne merüljünk el a saját búskomorságunkban, ne merengjünk a szomorúságainkon, ne gondolkodjunk azon, hogy ki tette ezt vagy azt velem, ne azzal foglalkozunk, hogyan viselkednek mások. Ez nem jó, nem tesz jót. A csend az a talaj, amelyen áldásos kapcsolatokat lehet ápolni, mert lehetővé teszi, hogy Jézusra bízzuk azt, amit megélünk, hogy arcokat és neveket vigyünk elé, hogy aggodalmainkat ő rábízzuk, hogy bemutassuk neki barátainkat, és elmondjunk értük egy imát. A csend lehetőséget ad arra, hogy elolvassuk az evangélium egy-egy oldalát, amely az életünkhöz szól, hogy Istent imádva a szívünkben békét találjunk. A csend lehetővé teszi, hogy kézbe vegyünk egy olyan könyvet, amelyet nem kell elolvasnunk, de ami segít abban,
hogy az emberi lélekben olvassunk, segít a természetet megfigyelni, hogy ne csak az ember által készített dolgokkal kerüljünk kapcsolatban, és fedezzük fel a minket körülvevő szépséget. De a csend nem arra való, hogy a mobiltelefonokra és a közösségi médiára tapadjunk. Nem, kérlek titeket, az élet valódi, nem virtuális, nem egy képernyőn folyik, hanem a világban. Kérlek, ne virtualizáljátok az életet. Lo ripeto. Non virtualizzare. Ismételjük meg. Ne, ne virtualizáljátok az életet, amely konkrét, valóságos. Valódi, nem virtuális. Capito? Megértettétek? A csend az ima ajtaja, az ima pedig a szeretet ajtaja. Dóra, szeretnék köszönetet mondani neked, mert úgy beszéltél a hitről, mint egy szerelmi történetről. Szép. A te tapasztalatod szép. Ahol minden nap szembesülsz a kamaszkor nehézségeivel, de tudod, hogy van valaki veled, van valaki érted, és ez a valaki, Jézus, nem fél attól, hogy veled győzze le az összes akadályt, amivel találkozol. Az ima segít ebben, mert párbeszéd Jézussal, ahogy a Szent Mise is találkozás vele, a gyónás pedig az az ölelés, amit tőle kapsz. Eszembe jut a ti nagy zeneszerzőtök, Liszt Ferenc. Az ő zongorájának tisztítása közben találtak néhány rózsafűzérszemet, amelyek talán beleestek a hangszerbe és eltörtek. Ez egy olyan nyom, ami arra enged következtetni, hogy egy-egy komponálás vagy fellépés előtt, vagy talán egy rövid szórakoztató zongorajáték közben is imádkozni szokott. Az Úrhoz és a szűzanyához beszélt arról, hogy mit szeret, művészetét és tehetségét imádságba helyezte el. Imádkozni nem unalmas. Siamo noi a farlo noioso. Mi tesszük unalmassá, és mi vagyunk, akik unalmasak vagyunk. Pregare un incontro col Signore, è bello quello. Imádság találkozás az Úrral. Találkozás az Úrral, ez egy nagyon szép dolog. E quando pregate? E quando pregate? Amikor imádkoztok, ne féljetek Jézus elé vinni mindazt, ami a belső világotokban zajlik. A szereteteteket, a félelmeiteket, a problémáitokat, elvárásaitokat, emlékeiteket, reményeiteket, mindent. Az imádság párbeszéd. Az imádság élet. Bertalan, ma nem szégyelted magad, nem szégyelted azt, nagyon jól csináltad, nem szégyelted, hogy nyíltan beszélj a szorongásról, amely néha megbénít, és a hit megtalálásának küzdelméről. Nagyon szép, ha megvan benned az igazság bátorsága, ami nem azt jelenti, hogy azt mutatod, hogy soha nem félsz, hanem hogy megnyílsz, és megosztod gyarlóságaidat az Úrral és másokkal, anélkül, hogy elrejtenéd, anélkül, hogy másnak mutatnád magad, anélkül, hogy álarcot viselnél. Köszönöm a tanúságtételet. Az Úr, ahogy az evangélium minden oldalán elmondja nekünk, nem rendkívüli emberekkel tesz nagy dolgokat, hanem valódi emberekkel, mint mi, mint amilyenek mi vagyunk. Ezzel szemben azok, akik a saját képességeikre hagyatkoznak, és a látszat szerint élnek, hogy úgy látszik, a helyükre kerültek,
távol tartják Istent a szívüktől. Jézus a kérdéseivel, a szeretetével, a lelkével mélyünkre hatol, hogy igaz emberekké tegyen minket, és ma nagy szükség van igaz emberekre. Nagy szükség van. Tudod, hogy ma mi a veszélyes? Ma látszat embernek lenni, az a legnagyobb veszély. Figyelmeztetek benneteket, sose legyetek hamisak, ne legyetek hamis személyek, hanem mindig igazi személyek, igaz emberek. Padre, io mi vergogno perché la mia realtà. Ó, atyám, én szégyellem magam, mert az én igazságom, valóságom nem igaz, nem olyan jó. Menj az Úrhoz, bátran. Az Úr úgy akar minket, amilyenek vagyunk, ahogyan most vagyunk. Talán azt mondanátok, hogy atyám, de annyi szenny van bennem, és szégyellem magam. Arra biztatlak benneteket, hogy menjetek előre az Úrral. Mindig menjetek előre. E a questo proposito. E a questo proposito. Ennek kapcsán megragadott az, amit te, Tódor, elmondtál, kezdve a neveddel, amelyet Boldog Rózsma, Romzsa Tódor tiszteletére viselsz, aki nagy hitvalló, és aki arra hív minket, hogy ne éljünk fél megoldásokkal. Fel akartál rázni, mondván, hogy a missziós buzgalmat elaltatja biztonságos és kényelmes életünk, miközben innen nem túl távol a háború és a szenvedés az Úr. Íme ez a felhívás. Vegyük kezünkbe sorsunk azért, hogy segítsünk a világot békességben élni. Mindannyian tegyük fel magunknak ezt a kényelmetlen kérdést, hogy mit teszek én másokért, az egyházért mit teszek, a társadalomért. Az ellenségeimért mit teszek? A saját érdekeimet szem előtt tartva élek, vagy kockáztatok másokért, érdekeimre nem gondolva? Tegyük fel a kérdést, hogy mennyire vagyunk hálásak, hogy mennyire vagyunk képesek Jézus példája szerint szeretni, azaz szolgálni. Na, nyugi, most már lassan befejezem. Vége felé tartok, ne izguljatok. Cari amici. Kedves barátaim, van még egy utolsó dolog, amit szeretnék megosztani veletek. Egy epizód az evangéliumból, amely összefoglalja azt, amiről beszéltünk. Másfél évvel ezelőtt itt voltam az eukarisztikus kongresszuson. János evangéliumában, a 6. fejezetben van egy gyönyörű eukarisztikus történet, amelynek középpontjában egy fiatalember áll. Egy fiatalember, aki a tömegben Jézust hallgatja. Valószínűleg tudta, hogy ez sokáig fog tartani, és előrelátó volt. Ebédet vitt magával. Ti hoztatok magatokkal szendvicseket? Hoztatok-e magatokkal valamit enni? Én questo avevo portato il pranzo. Ő pedig ebédet vitt magával. Jézus együttérzett a tömeggel, és jól akarta lakatni őket. Ezért a maga módján tesz fel kérdéseket a tanítványoknak, hogy felszabadítsa az energiákat. Megkérdi egyiküket, hogy hogyan lakassa jól a sokaságot, és egy könyvelői válasz érkezik. 200 dénár áru kenyér sem elég, hogy csak egy kevés jusson itt mindenkinek, mintha azt mondaná, ez matematikailag lehetetlen. Eközben egy másik meglátja ezt a fiút, és megjegyzi, de ismét pessimista. Van itt egy fiú, akinek van 5 árpa kenyer és 2 hala, de mi az ennyinek? Ennyi azonban elég Jézusnak. 5 árpa kenyér és 2 hal.
Elég Jézusnak ez, hogy véghez vigye a kenyérszaporítás híres csodáját. Mindnyájunk egy kicsi, ami nálunk van, még a kis bűnünk is Jézusnak elég, hogy csodát tegyen. Elég az, amikor a vétkeinket vagy a bűneinket Jézusra bízunk, az ő kezébe. Ez teljesen elég ahhoz, hogy tovább menjünk. Az evangélium azonban nem említ egy részletet, amit a mi képzeletünkre bíz. Hogyan vették rá a tanítványok azt a fiatalembert, hogy odaadja mindenét, az ebédjét? Talán megkérték, hogy adja oda az ebédjét, ő pedig körülnézett, és látta, hogy több ezer ember van itt, és talán hozzájuk hasonlóan ő is azt válaszolta, hogy nem elég, miért kértek engem, inkább a ti dolgotok, akik Jézus tanítványai vagytok, az, hogy gondoskodjatok erről. Aztán talán azt mondták neki, hogy maga Jézus kéri ezt. És ő rendkívüli dolgot tesz. Megbízik bennük. Mindent odaad. Az ebédjét, amit magának hozott, mindent odaad. Semmit sem tart meg magának. Azért jött, hogy Jézustól kapjon, és azon kapja magát, hogy ő az, aki ad Jézusnak. De így történik meg a csoda. A megosztásból születik. A Jézus által véghez vitt megsokszorozás akkor kezdődik, hogy az a fiatalember megosztja vele és másokkal azt, amilyen van. Annak a fiatalembernek a kevéséből Jézus kezébe sok lesz. Íme ide vezet a hit, az adakozás szabadságához, a nagylelkűség lelkesedéséhez, a félelmek legyőzéséhez, az önmagunk kockára tételéhez. Ezzel befejezem, barátaim. Ti mind értékesek vagytok Jézus számára, és számomra is. Ne feledjétek el, hogy senki sem veheti el a helyeteket az egyház és a világ történetében. Senki nem veheti el a helyeteket. Senki sem képes arra, amire csak ti vagytok képesek. Segítsünk egymásnak elhinni, hogy szeretnek és értékesek vagyunk, hogy nagy dolgokra vagyunk teremtve. Imádkozzunk ezért, és bátorítsuk egymást ebben. És ne feledkezzetek meg arról, hogy imádkozzatok értem is. Köszönöm. Imádkozzunk úgy, ahogy az Úr tanított, ahogy Jézus tanított minket együtt.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Most imádkozunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított imádkozni, mondjuk el az Úr imádságát, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Úr... Benedica vos omnipotens, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E pregate per me. E si imádkozzatok értem. Thank you.
megszólalni mindezek után. De nagyon köszönjük Ferenc pápának, hogy eljött közénk, és különösen megható volt, hogy még Liszt Ferencet is idézte, és magyarul is szólt hozzánk. Így igaz. Nekem is nagyon nehéz megszólalni, és lehet, hogy lassan elhagyja ezt az arénát, de szerintem a mosolya, a kacsintása, a nevetése örökké itt fognak élni bennünk. Kati, egy felemelő beszédet hallhattunk. Neked van valami, ami nem tudom, hogy ki lehet emelni, mert végtelen sok. Itt vagyunk, az utunkat keressük, és jön Ferenc pápa, hogy útmutatást adjon. Van valami, amit ebből ki tudsz emelni, ami téged megérintett? De ahogy mondod, elég sok minden volt, amit felírtam, de talán ami legjobban megfogott, amikor azt mondta, hogy az ember nem attól lesz nagy, hogy mások fölé emelkedik, hanem attól, hogy másokhoz leereszkedik. Nem mások kárára, hanem mások szolgálatára. És ez különösen megható rész volt számomra, hiszen amikor körbe ment köztetek, akkor külön üdvözölte az én első sorban lévő mozgássérült barátaimat. Boti, egyébként neked mi volt a legfontosabb üzenet? Nekem nagyon, nagyon megérintett, ahogy visszautalt a itt lévő négy tanúságtevőre, és ahogy behozta őket is a beszédébe, és éreztette azt, hogy törődik velünk, hogy hallgat ránk, hogy figyel ránk, és valahogy nekem ez annyira azt a képet mutatta, amit annó Jézus is elhozott, és itt van most köztünk Krisztus földi helytartója, és amit 2000 éve Jézus Krisztus csinálta, azt csinálja most velünk is Ferenc pápa. Ide jön, válunkra rakja a kezét, bíztat minket, hogy ő velünk van, ott szeretne lenni a mi útkeresésünkben, és szerintem ez egy csodálatos dolog, és így is fogalmazott, hogy